Joel Rosenberg imádsága a zsidó törvényhozó testületben, a Knessetben, november 29-én, szerdán. Joel Rosenberg egy újjászületett Krisztus hívő testvér. Nagyon köszönöm a Knessetnek, a Knesset minden tagjának és a zsidó közösségnek, és az evangéliumi társaimnak, és minden izraelinek, hogy itt lehetek. Nem mindennapi dolog izraeli zsidó evangéliumi hívőnek lenni. És megtiszteltetés a számomra, hogy egyáltalán meghívtak egy ilyen eseményre, és nem kevésbé az, hogy szavaimat intézhetem hozzátok. Imádkozni szeretnék, egy imádságot mondani, de nincsenek erre saját szavaim. Feleségemnek és nekem 4 fiunk van, akik közül 2 az IDF seregében szolgál. Az izraeli hadseregben. A szívünk gyászol az ország többi részével. Ezért imádkozni szeretnék egy imát mondani, amit szentírási igékből állítottam össze. Ez volt nagyon erősen a szívemen. Miközben próbáljuk feldolgozni, ami történt, humanitárius segélyt nyújtottunk, ami evangéliumi civil szervezetünkkel, és megpróbáltuk elmondani és elmagyarázni, hogy mi történt. És mi történik? A jegyzeteim szentírási igékből állnak. Ezért nem csukom be a szememet imádság közben, hanem nyitva lesz. És rátok bízom, hogy mi van a szívetekben, hogy ti hogyan szeretnétek imádkozni. Mi mindnyájan megrendültünk. És az első dolog, ami eszünkbe jutott, Urunk, Atyánk, Izrael Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, hogy te elküldted Ámos prófétádat, Ámos 9:9-ben, hogy elmondja nekünk, hogy meg leszünk rázva, és meg fogunk rendülni ezekben az utolsó napokban. Ahogy ígéd mondja, mert én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak. És Urunk, te megráztál minket, és nagyon megrendültünk. És ha írtam volna egy regényt, Uram, a Hamasz inváziójáról, melyben szinte egyetlen harcoló katona sincs a határainkon, akkor senki nem adta volna ki azt a regényt. Senki sem hitte volna el. Nem lett volna hihető. De te megráztál minket, mert azt gondoltuk, hogy minden jól van velünk. Azt hittük, biztonságban vagyunk, de nem voltunk. Miért ráztál meg minket, Uram? Megrázszál minket, mert szeretsz minket. A terroristáknak azt a seregét nem te küldted, hanem Sátán. De te szuverén akaratodból megengedted, hogy miért, mert szeretsz minket, és szeretnéd a figyelmünket felrázni, felhívni. Elküldted Jeremiás prófétát is, aki azt mondja a 31. rész 3. versében, elküldted, hogy mondd a népnek, mondd a zsidó népnek, Izrael nemzetének, hogy szeretlek titeket örökkévaló szeretettel, és azért terjesztettem rátok az én irgalmasságomat. Ezért vontalak titeket szeretettel. És te adtad, Urunk, nekünk a 23. Zsoltárt is Dávid által, mert szeretsz minket, és emlékeztetni akarsz minket arra, hogy a gyermekeid vagyunk, a fiaid, hogy mi vagyunk a te legelőd bárányai. És te vagy egyedül a mi pásztorunk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Te vagy a jó pásztor, nem akarod, hogy baj érjen minket. De ha elfelejtjük, hogy ki vagy, ha nem engedjük, hogy te légy a jó pásztorunk, ha visszautasítunk, ha elkoborolunk, mintha mi magunk tudnánk vigyázni magunkra, ha elutasítjuk, hogy te védj meg minket, akkor fennáll az a veszély, hogy egyénekként is és nemzetként is megtámadjon bennünket megtámadjanak a kegyetlen farkasok, a barbár vadállatok, akik gyűlölik Izraelt és a zsidó népet, és megpróbálnak felfalni minket. Ez a kezdetektől fogva így volt. Te figyelmeztettél minket, hogy ezek a barbárok, ezek a kegyetlen farkasok odakint vannak, és mi ezt elfelejtjük. Vagy pedig csak a hadseregünkben bízunk, és nem abban, nem benned, hogy a te őrző kezed van a mi hadseregünk felett. Hogy te állsz felettük, és te irányítod őket.
De jó hírt is mondasz nekünk, amit Ézsaiás próféta által küldtél, és a 61. fejezetben olvashatunk. Az első és második versben, amikor így szólsz, az Úr Isten lelke van én rajtam, ez az eljövendő messiásról szól, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Most nagy szükségünk van erre a jó hírre, Úrunk. Azt mondtad, jó hírt fogsz nekünk mondani. Jó hírt a szenvedőknek, és mi most szenvedők vagyunk. És azt mondja tovább, hogy elküldött engem az Úr, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének eszendejét, és Istenünk bosszúállásának napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Úrunk, erre most nagyobb szükségünk van, mint bármikor valaha is. Szükségünk van rád, szükségünk van, hogy jó hírt hoz nekünk, hogy bekötözz az összetört szívünket, hogy kiszabadítsd a foglyokat, és bosszút állj az ellenségeinken, és elhozz a te jókedved esztendejét, ha megalázzuk magunkat, és hogy megvigasztalj minket gyászunkban. Úrunk, szóltál Salamonon keresztül is, amikor ő felszentelte a templomot. Ő egy érdekes imát mondott a Királyok első könyvének 8. fejezetében, és azt gondolom, Uram, hogy ez most nagyon hasznos nekünk, segíts feldolgozni Salamonnak a szavait. Ő bölcs volt, de nem mindig követte ezt a bölcsességet. És te szóltál rajta keresztül. 44. versben, hogy ha a te néped hadba megy ki az ő ellensége ellen, az úton, amelyen te küldöd el, bárhová is küldöd őket, ha imádkoznak az Úrhoz, fordulván az úton, e város felé, melyet te magadnak választottál, és a hely felé, amelyet építettem a te nevednek. Ez Jeruzsálem. Akkor hallgasd meg meg a mennyekből az ő imádságukat és könyörgésüket, és támogasd az ő ügyüket, szerez nekik igazságot. És ha te ellened vétkeznek, mert nincsen ember, aki ne vétkeznék, és te megharagszol rájuk, ellenség kezébe adod őket, és fogva elviszik őket azok, akiktől megfogadtak az ellenség földére, messzire vagy közelre, és ott megváltoztatják a szívüket, eszükre térnek, azon a földön, ahova fogva vitték őket, és megtérnek, és könyörögnek hozzád azoknak a földjükön, akiktől fogva elvitettek, mondván, vétkeztünk, hamisan és istentelenül cselekedtünk. És ha megtérnek hozzá teljes szívükből és lelkükből az ő ellenségüknek földében, akik őket fogva vitték, és ők imádkoznak hozzád az ő földük útja felé fordulva, melyet adtál az ő atyáiknak, és a város felé, amelyet magadnak választottál, és a templom felé, melyet a te nevednek építettem, akkor hallgass meg őket a mennyből, a te lakhelyedből, hallgass meg az ő imádságukat és könyörgésüket, és támogasd az ő ügyüket, szerez nekik igazságot. És bocsáss meg a te népednek, akik vétkeztek ellened. Bocsáss meg minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellened. És fordítsd arra az ő fogvatartóikat, hogy kegyelmet mutassanak irántuk. Mert ők a te néped. A te örökséged, akiket kihoztál Egyiptomból, abból a vas olvasztó kemencéből. Legyen nyitva a te szemed szolgád könyörgésére, kérlek, és a népednek, Izraelnek könyörgésére, meghallgatván őket mindenkor, mikor téged segítségül hívnak. Bárhonnan is kiáltanak hozzád, mert te külön választottad őket magadnak örökségül a földnek minden népei közül, hogy ők legyenek a te örökséged, ahogy azt Mózes által megmondtad, amikor te, a szuverén Úr, kihoztad őket Egyiptomból. Urunk, Salamon imája egy olyan csodálatos imádság volt, és most nagyon időszerű. Ez az az ima, amit most kérünk tőled, amit elmondtunk neked, hogy alázzuk meg magunkat, bánjuk meg bűneinket, és jöjj vissza, vezesd a mi népünket, hívd arra a mi vezetőinket,
hogy ők is felhívják a népet egy nemzeti ima és böjtnapra. Fordítsd e felé a nemzetet, és hallgass meg imáinkat. Akkor, Úrunk, Te válaszoltál erre az imára, olvashatjuk ezt az imát. 2. Krónika 7. fejezetében, amikor Salamon befejezte az Úr templomának építését, és a királyi palotát, és mindazt, amit elhatározott Salamon, hogy megcsinál az Úr házában és a maga házában, akkor az Úr, Te Uram, megjelentél Salamonnak azon éjjel, és ezt mondtad neki: meghallgattam a te könyörgésedet, és a helyet magamnak áldozatházául választottam. Íme, amikor az eget bezárom, hogy ne legyen eső, és amikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészze, vagy amikor dökhalált bocsátok az én népemre, és megalázza magát az én népem, amely a nevemről neveztetik, és imádkozik, könyörög, könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Elfordulnak gonosz útjaikról, akkor én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Megszabadítom, meggyógyítom az ő földjüket. És Te, Uram, tovább mégy, és azt mondod, hogy az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen, Jeruzsálemben, a könyörgésre. Mert választottam, most választottam, és megszenteltem ezt a templomot, ezt a házat. Igen, Uram, ez a templom ugyan most nincs meg, de Te azt mondod, hogy a Te neved itt lesz örökké. Nem azt mondtad, hogy a templom ott lesz örökké, azt mondtad, hogy a Te neved ott lesz örökké. És azt mondtad, hogy az én szemeim és az én szívem ott lesznek mindenkor. És ezért imádkozunk, Urunk. Ez az, amiért imádkozunk. A Te szemed még mindig a Te népeden van, még mindig ezen a helyen van. Nem Te küldted ezt a gonoszt. Sátán küldte ezt a gonoszt. De mivel Te vagy a mi pásztorunk, de mi nem mindannyian figyelünk rád, nem mindnyájan keresünk Téged. És ha egy bárány eltévelyeg, elkoborol a nyájtól, veszélybe kerül. Csak most jöttünk rá, Urunk, hogy sokkal nagyobb veszélyben vagyunk, mint gondolnánk. Mi hálásak vagyunk a békeszerződésekért, hálásak vagyunk az Ábrahám egyezményért. Hálásak vagyunk, hogy békét akartunk, békekötésben vagyunk a szaudiakkal. De nem vigyáztunk. Levettük rólad a szemünket. Nyugodtnak, virágzónak és békésnek éreztük magunkat, és elfelejtettük, hogy vad farkasok lesnek ránk. És Uram, miközben befejezem ezt az imát, neked adom a szívemet, és visszatérek azokhoz a szavakhoz, amelyeket az Ézsaiás 61-ben mondtál. A Messiásnak, az Úrnak lelke van én rajtam, mert az Úr felkent engem, hogy jó hírt mondjak a szenvedőknek. Elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket, hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak, és a megkötözötteknek megoldást, szabadulást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és hirdessem a bosszúállás napját Istenünk ellenségei ellen, és megvigasztaljam mindazokat, akik gyászolnak. Ez a mi imánk, Uram. Ez az én imám. És nem tudom, Atyám, hogy van-e valami is, ami fontosabb vagy hatalmasabb, mint a Te igédet imádkozni, a Te ígéreteidet. Van-e nagyobb, erősebb, hatalmasabb annál, mint mikor a Szent Írást imádkozzuk? Az ígéreteket, amelyeket már tettél, azoknak, akik már imádkozták ezeket Te hozzád, Szentírás igéket, amelyek telve vannak veled, amikor válaszolsz azoknak az embereknek, akik imádkozzák a te imáidat, a te ígéreteidet, a te szavaidat. Ezt tesszük mi, Uram, én most ezt tettem. Tudom, hogy nem mindenki látja úgy a világot vagy téged, hogy nem mindnyájan látjuk egyformán a világot és téged, és nem mindenki úgy látja, ahogy én. De köszönöm neked ezt a lehetőséget, és azt kérem, mindezt kérem,
és imádkozom az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, hálával és könyörögve, hogy teljesíts be, amiket ezekben az imákban kértem. Szabadíts ki a foglyainkat, kösd be a mi összetört szívünket, és hirdess nekünk egy kedves esztendőt, ahogy haladunk tovább. Köszönöm, Uram. Amen. And I pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, with gratitude to you and with begging you to fulfill these prayers and set our captives free, bind up our broken hearts, and proclaim a favorable year as we go forward. Thank you, Lord. Amen. Joel Rosenberg testvérünk az utolsó szavakat sírva mondta el, és azért hagyom itt rajta nektek, testvérek. Az Úr békessége legyen Izraellel, velünk és minden emberrel. Amen.